Nagyrészt a világban dúló fegyveres konfliktusok hatására két héttel ezelőtt még a 85 dollárt közelítette a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára. Azonban pár nappal ezelőtt jelentős csökkenést lehetett tapasztalni a világpiacon, hangsúlyozta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Otto kiemelte, először 75 dollárra esett vissza a kőolaj hordonkénti ára, majd 78,5 dollárra rendeződött az árfolyam. A Kínából érkező pesszimistább prognózisok azok, amelyek megkérdőjelezik keresleti oldalon azokat a korábbi számokat, amelyeket akár az Nemzetközi Energiaügynökség, de akár a piaci szakértők jósoltak 2024-re. Alacsonyabb fogyasztás mellett pedig óhatatlanul is az árak is visszakorrigálnak. Ennek köszönhető jelen pillanatban az, hogy újból 80 dollár alatt kereskednek a Brent kőolaja. Grád Otto azt is elmondta, hogy egyelőre nem várható áremelkedés a világpiacon. Természetesen azért ez nagy mértékben függ attól, hogy milyen hírek következnek vagy érkeznek a következő néhány napban, hiszen ahogy erre korábban is volt már példa, a legkisebb eszkalációs lehetőség ezekben a politikai konfliktusos térségekben azonnal megmozgatja a piacot, és azonnali áremelkedést produkálhat. A főtitkár hangsúlyozta, bízik benne, hogy nem történik olyan esemény a világban, amely újabb negatív változást idézne elő a következő napokban. Hozzátette, a hazai kőolaj ellátás biztosított, az alternatív források között az Adria csővezeték is aktív, de alapvetően a hazai kőolaj finomítóba a barátságvezetéken keresztül érkeznek az orosz kőolajtételek. A hazai kutakon bruttó 3 forinttal csökken a benzinára, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette, a gázolaj ára egyelőre nem változik.